Soros Györgynél is keményebb ellenfele lesz a szuverenista Magyarországnak a spekuláns fia, Alexander Soros. Erről ír a magyar nemzet. A lap cikk sorozatban mutatja be Alex tevékenységét, aki édesapjától nemrég vette át a Soros szervezetek irányítását. A magyar nemzet szerint Alexander Soros hosszú küzdelemre rendezkedett be a szuverenista erőkkel, így az Orbán kormányal szemben is. Alex a fia sokkal vehemensebb és sokkal jobban beláll a politikába és adott esetben. Juhász Péter boldogan fogadta Gyurcsány Ferenc tévéjében, hogy Alexander Soros a nyáron átvette a Soros birodalom irányítását. Bajnai Gordon szövetségese szerint ideje volt a váltásnak, és Soros György fia még az apjánál is erősebben képviseli majd a nyílt társadalom eszméjét. Máig nem tudné, honnan kapott pénzt Juhász Péter a kormánypárti képviselők módszeres támadására 2022-ben világít rá a magyar nemzet. A lap szerint az ellenzéknek juttatott 4 milliárd forint külföldi támogatásból több mint 60 millió a baloldali, drogliberalizációs aktivistán ellandult. A baloldal tiltott külföldi kampányfinanszírozása körül is feltűnt Alexander Soros személye a magyar nemzet szerint. Az Action for Democracy első magyarországi átutalása előtt néhány nappal ugyanis a dollár bal oldal intéző embere, Korányi Dávid is részt vett azon a németországi konferencián, ahol Soros György fia is ott volt. Alexander Soros egy bejegyzésben még arról is írt, egyetért korányékkal. Victory. Soros a gyakori vendég Magyarországon. 2015-ben a Soros Egyetemen mutatta be migrációpárti álláspontját, egy évvel később pedig már idegenellenességgel és nacionalizmussal vádolta Magyarországot. 2016-ban pedig Alexander Soros Budapest egyik legdrágább szállodájában tartott eligazítást a Soros Hálózat vezetőinek, de kormányellenes aktivisták is lekötelezettjei Soros Györgyfiának. Szakértők szerint Alexander Soros hosszú küzdelemre rendezkedett be, az Orbán Viktor vezette, szuverenista magyar kormányjal szemben. Alexander Soros az apjánál is erősebb ellenfél lehet a magyar önrendelkezésért folyó küzdelemben, írta a magyar nemzet a spekuláns fiát bemutató cikk sorozatában. A lap kiemeli a Soros dinasztia ifjabb tagja elkötelezett a migráció mellett, fellelkesült egy kormányellenes tüntetés miatt, és felbukkant a baloldalt 2022-ben finanszírozó Action for Democracy mögött is. Elemzők arra is felhívták a figyelmet, hogy a spekuláns fia nem csak Magyarország ügyeibe akar beavatkozni, hanem a világpolitikában is tovább erősíteni a már most is jelentős befolyását. Ehhez apja kiterjedt hálózatát is használná. Alexander Soros ugyanis rendszeresen egyeztet személyesen baloldali és liberális politikusokkal. Gyakoriak a találkozók az Európai Unió vezetői és a civilnek elcázott Soros szervezetek között is, így nem meglepő, hogy az EU pénzelistájára támogatja a sorosféle ngo -kat. A soros klánról néhány napja az is kiderült, hogy dollármilliókkal támogatnak olyan palesztén barát szélsőséges csoportokat, amelyek a Hamaszt és a terrortámadásokat éltetik. Nemrég pedig Ukrajnában járt, ahol az ottani soros szervezeteknek tartott eligazítást és az elnöki hivatal vezetőivel is találkozott. Alexander Soros a brüsszeli politikóban egyértelművé is tette, hogy vezetésével Kelet-Európa lesz célkeresztben. Úgy fogalmazott, idézem, remélem, hogy a szervezet megújított formája képes lesz majd segíteni abban, hogy az Európa-projekt minden ígéretét beváltsa.